11. C. Igaz, hogy? A Nyírbátori Közszolgálati Technikus Osztály mutatott be néhány alapparancsot, amit egy jó kadétnak ismernie kell. Hamarosan újabb fiatalok tanulhatják meg, hogyan kell mozognia egy katonának, hiszen a Magyar Honvédség Vitéz Vatta Janta a 2. Területvédelmi Ezred és a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium aláírta a Honvéd Kadét programról szóló együttműködési megállapodást. A Honvéd Kadét programnak több fokozata van. Mi az első fokozatban vagyunk, mint ahogy elhangzott. Nem honvédelmi képzés folyik, hanem egy általános honvédelmi ismereteknek az oktatása, és megmondom őszintén, az a célunk, hogy 3 vagy 4 év múlva minisztérium engedéllyel lépcsőfokot is váltsunk, egy magasabb kategóriú honvédelmi képzést tudjunk megvalósítani ebben az intézményben. Orosz Antal Máté Szalkán született, és hasonló kadétprogramban kezdte a katonai pályafutását, ma pedig már alezredes. Ő maga is azt vallja, hogy fontos a jövő generációja, ők az alapjai a magyar honvédségnek és az ország nemzeti ellenálló képességének. Ezért olyan értékrendet kapnak a kadétprogramban, amellyel a társadalom hasznos tagjává tudnak válni. A toborzás az egy nagyon fontos tevékenység. Most kiemelten fontos, a Magyar Honvédség most indított egy szeretem megvédem mottóval egy toborzást, ahol most kimondottan a területvédelmi tartalékosokat toborozzuk, és ennek a toborzás keretében ugye a 18 évtől 55 évig bármilyen korosztályba várunk bármilyen jelentkezőt, és ugye a fiatal generáció egy kiemelt ebből a szempontból. Vannak különböző célközönségeink, akit toborzunk, akár a cigány honfitársaink, vadászok, és kiemelten az egyetemi hallgatók, azok a fiatal korosztályból, akiket most megcéloztunk a toborzás keretében. A Máté Szalkai SC Nyírbátori iskolájának már van tapasztalata a rendészeti ágazatban. Elsősorban ezért esett a választás a Honvéd Kadét program keretében erre az intézményre. Fontos szempont volt a kollégium épületének megléte, az innovatív oktatói testület, és hogy a környéken olyan infrastruktúra van, például a lőtér, amely jelentősen növelheti az oktatás-nevelés hatékonyságát. 1, 2, 1, bal, rendes! Lépés, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1.